Sziasztok, Sárosi Péter vagyok, ez itt a Drog Reporter Café, a Drog Reporter online beszélgetős műsora. Mai vendégünk Vas Beatrix Trixi, akit már láthattatok itt a Drog Reporter különféle műsoraiban, aki most jelenleg a Youth Rise nevű ifjúsági szervezetnél dolgozik, amik hát kimondottan drogfogyasztó emberek, fiatal embereknek az érdekeit és jogait képviseli. És amiről pedig beszélgetni fogunk, az egy olyan eszköz, amit arra hoztak létre nemzetközi szervezetek, hogy egyfajta ilyen univerzális kritériumrendszer szerint értékelje és összehasonlíthatóvá tegye az egyes országoknak a drogpolitikai berendezkedését különféle szempontok szerint. Ezt úgy hívják, hogy globális drogpolitikai index. Szia Trixi, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és az első körben arra szeretnék kérni, hogy beszélj egy picit arról nekünk, hogy mi is ez a globális drogpolitikai index, és ki hozta létre, és miért. Sziasztok, és köszönöm a bevezetőt. Igen, már elég jól elmondtad benne. A globális drogpolitikai index egy új összetett index, egy új eszköz, ami logikájában nagyon hasonlít különböző más nemzetközi indexekhez, mint a korrupciós index, vagy a demokrácia index. Csak ennek az a célja, hogy a különböző országok drogpolitikáit dokumentálja, mérje és hasonlítsa össze a papíron lévő politikákat is, és azok végrehajtását is. Ezt az indexet nemzetközi civil szervezetek egy koalíciója hozta létre. Én ezen keresztül vettem ezen részt, a Youth Rise is az egyik tagja ennek a koalíciónak. Ez 9 szervezet, mind nemzetközi és regionális civil szervezetek és közösségi csoportok, és ezt a koalíciót az International Drug Policy Consortium vezette. Az index pedig egy 18 hónapos projekt során készült el, amit a Robert Carr Fund finanszírozott, illetve az akadémiai partnereink a Global Drug Policy Observatory volt a Swansea Egyetemen. Tehát egy igazán alulról jövő kezdeményezés mondhatni ez az index, amit elsősorban az motivált, hogy a drogpolitikai területen dolgozó szakemberek és civilek évek, évtizedek óta azt látjuk, hogy amikor drogpolitikáról beszélünk, és a drogpolitikák értékeléséhez a kormányok, vagy akár az ENSZ adatokat gyűjtenek, akkor nem igazán a valóban lényeges adatokat fogják meg. Tehát sokkal gyakrabban, nagyobb arányban gyűjtik azokat az adatokat, amik a büntető igazságszolgáltatással kapcsolatosak. Ugye abból a motivációból, hogy a legtöbb országban még mindig egy büntető felfogás van a drogpolitikákkal kapcsolatban, illetve az motiválja a kábítószerügyi kormányzati stratégiákat, hogy egy drogmentes országot, vagy egy drogmentes világot érjenek el. Ami, hogyha amúgy ránézünk például a fogyasztási adatokra, tudjuk, hogy nem ez a valóság, nem sikerült ezt elérni, nem is igazán sikerült csökkenteni. A szakemberek szerint ez nem is reális. Viszont azokat az adatokat ez idáig senki nem gyűjtötte, nem rendszerezte igazán, hogy ezzel szemben a drogpolitikáknak valójában milyen hatása van a különböző emberek életére. Tehát ez motiválta elsősorban az index elkészülését, részt vettek civilek a folyamatban, tehát civilek alakították, és érintett csoportok azt, hogy milyen szempontokat kellene nézni, mik az igazán lényeges kérdések a drogpolitikában, és így alakult ki ez a 75 különböző szempont, 5 dimenzióban, ami az indexet alkotja jelenleg. Ugye valószínűleg az első kérdés az lesz ezzel kapcsolatban, hogy oké, de ki mondta meg, hogy hogyan pontozzunk, és ki végezte az értékelést, milyen módszerrel készült ez a jelentés. A kritikusok valószínűleg majd itt kételkedni fognak, hogy akkor itt mennyire elfogult vélemények születtek, mennyire kérték ki egyáltalán hazai szakembereknek a véleményét ezzel kapcsolatban, vagy mennyire csak kívülről
ítélték meg az itteni körülményeket. Erről tudsz egy picit beszélni? Igen, igen, és tényleg az egyik legérdekesebb része, vagy a legtanulságosabb része is ennek az indexnek a módszertan, mert ez is azt bizonyítja, hogy mennyire nagyon összetett terület a drogpolitika. Nagyjából 60 oldalas a metodológiai kézikönyv, de egyébként mindenkinek nagyon ajánlom elolvasásra a honlapon. Nagyon összetett folyamat volt. Tehát ahogy említettem, úgy kezdődött, hogy közösségi konzultációk során kialakítottuk, hogy mik lennének a legfontosabb szempontok, amiket szeretnénk tudni. Ezek között volt az, hogy szeretnénk tudni, hogy a civileknek mennyi befolyása van a döntéshozatalra. Szeretnénk tudni, hogy különböző társadalmi csoportokat hogy érintenek a különböző drogpolitikák, hogy érintik őket esetleg máshogy. Aztán az akadémiai szakemberekkel együtt, vagy hát az ő javaslataikat követve ezeket a kérdéseket átalakítottuk ilyen mérhető indikátorokba, tehát hogy léteznek-e különböző politikák, létezik-e például az ártalomcsökkentés, mint egy fogalom egy nemzetközi drogstratégiába, és aztán ezek lettek kategorizálva, és ezek lettek vizsgálva. Tehát azt fontos kiemelni, hogy új elsődleges kutatás nem készült az indexhez, tehát a meglévő dokumentumokat, kormányzati stratégiákat nézte egyrészt, és a nagyon-nagyon fontos második része vagy etapja az index adatainak összesítésének az az volt, hogy a hivatalos dokumentumokkal szemben ki lett kérve a minden egyes országban a helyi szakértők és civilek és érintett csoportok véleménye egy kérdőíven keresztül, hogy osztályozzák, hogy valójában a különböző intézkedések hogy néznek ki a valóságban. És ezek utána ilyen különböző módon lettek súlyozva, nagyjából arányosan. Tehát az indexnek egy nagyon nyílt célja az volt, hogy ezt is bemutassuk, hogy lehet, hogy papíron valami jól néz ki, de attól a valóságban ez még okozhat nagyon-nagyon nagy károkat emberek hatalmas csoportjainak. Az elsődleges szempont az volt, hogy az ENSZ kábítószerügyi és bűnmegelőzési hivatalának az éves kábítószerügyi riportja 17 alrégióra osztja fel a világot, és ebből a 17 alrégióból mind kiválasztottunk egy országot, hogy ilyen szinten földrajzilag reprezentatív legyen, illetve még olyan szempontok alapján lettek szelektálva ezek az országok az első kiadásba, hogy mennyire elérhetőek az adatok, mennyire van jelen egy aktív civil társadalom, aki drogpolitikában dolgozik az adott országban, illetve hogy mennyire releváns vagy érdekes a drogpolitika abban az országban. Tehát például Magyarország kiválasztásánál az is egy elsődleges szempont volt, hogy megnézzük, hogy eltér-e, vagy mennyiben tér el mondjuk az Európai Uniós, a többi Európai Uniós ország eredményeitől. Igen, és hogyha megnézzük mondjuk az Európai Unióban összehasonlításban a Magyarország eredményeit, hát az lehet, hogy sokak számára nem meglepő módon, hát nem éppen jól szereplünk az EU-ban, habár vannak ugye olyan országok, amikkel összehasonlításban nem meglepő, hogy Magyarország rosszabbul teljesít, mondjuk nyugaton, Norvégia vagy akár Portugália, ahol azért sokkal jobb pontokat kaptak, mint mi. Norvégia szerepelt szóval az egész világon a legerősebben, ami egyébként szintén egy olyan érdekes dolog, mert hogy Skandinávia nagyon sokáig egy szigorú drogpolitikájáról híres régió volt, és ez az utóbbi években változott meg. Én magam is voltam Oszlóban pár hete egy konferencián, ahol a dekriminalizációról és ártalomcsökkentésről volt szó, tehát ott ilyen egészen forradalmi új változások vannak a drogpolitikában. Portugália az pedig ugye arról ismert, hogy már 99-ben dekriminalizálták ott a droghasználatot, és nagyon sokat költenek az ártalomcsökkentésre.
Tehát számomra mondjuk az nem volt meglepő, hogy ezekhez képest Magyarország rosszabbul teljesít. Ami igazából szerintem meglepő, az például az, hogy Észak-Macedóniával szembe, vagy összehasonlítva Magyarország még így is rosszabbul teljesít. Tehát Észak-Macedónia több pontot kapott ezen az indexen, mint Magyarország. És ennek azért a jó lenne utána járni, ugye, hogy miből is áll ez össze, és hogyan is kapott ennyire rossz pontszámot Magyarország. Hogy beszéljünk akkor szerintem arról, hogy akkor nézzük végig azt, hogy miből is áll össze Magyarország esetében, konkrét példán keresztül nézzük meg, hogy hogyan áll össze itt az országoknak a pontozása, milyen szempontokból. Igen, én meg azt szeretném gyorsan ezt hozzátenni, hogy azt fontos talán kiemelni, hogy erre az első kiadására az indexnek érdemes nem úgy nézni, hogy Norvégia lett az első, tehát ő neki van a legjobb drogpolitikája a világon. Bár a lehetséges 193 országból csak 30-at tudtunk vizsgálni, tehát ez egy jó ötletet ad, hogy néznek ki a dolgok globális viszonylatban, de például a norvég civilek is eléggé megijedtek, amikor ezt látták, hogy ők teljesítenek a legjobban a világon, mert hogy ez nem igazán a valóságuk. Szóval amit érdemesebb nézni, az tényleg a pontszámok, és azt már, hogyha az ember ránéz ugyanblokk az indexre, azt lehet látni, hogy a pontszámok mindenhol nagyon-nagyon alacsonyak. Az indexen a 100-ból 100 pontot úgy lehet megszerezni, hogyha egy országnak a drogpolitikája teljes összhangban áll az ENSZ kábítószerügyi közös álláspontjával. Tehát ez nem egy idealizált, teljesen tökéletes drogpolitika még így se, hanem a nemzetközileg megegyezésre került minimum követelmény. És ehhez képest, hogyha megnézzük az általános pontszámokat, akkor a medián pont az ilyen 48 körül van, tehát kevesebb, mint 50%. Tehát azt lehet általánosságban elmondani, hogy az összes vizsgált ország nagyon messze van attól, hogy ezeket a minimum követelményeket teljesítse. De ezen kívül is nagyon sok összetett adatból áll össze az index. 5 dimenzióban vizsgálták a különböző intézkedéseket, ebből az első a szélsőséges ítélethozatalok, tehát például, hogy alkalmaznak-e halálbüntetést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetében. A következő kategória a büntetőigazságszolgáltatás válaszainak arányossága, ami összefügg az előző kategóriával, de itt inkább az emberi jogok és a megfelelő igazságszolgáltatási eljárások működését néztük. A következő kategória még az egészség és az ártalomcsökkentés előtérbe helyezése, ahol olyan szempontokat is vizsgáltak, mint hogy milyen kormányzati finanszírozások érhetők el ártalomcsökkentő szolgáltatások biztosítására, illetve hogy oszlik meg a hozzáférés ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ezen kívül szempont volt még az ellenőrzött gyógyszerek elérhetősége, tehát a különböző fájdalomcsillapítók, kontrollált gyógyszerek elérhetősége, és ahol releváns, ott vizsgálták az alternatív fejlesztési politikákat is. Tehát ez így összesen 75 mutató és különböző kérdések alapján tevődött össze meglévő adatokból és civilek benyomásaiból az adott országokban. Tehát, hogyha megnézzük a különböző dimenziók mentén, nagyon-nagyon máshogy néz ki a rangsor. Tehát például, hogyha Norvégia összesítettben első helyen van, hogyha már a szélsőséges ítélethozatalokat nézzük, akkor már akkor is változik a lista. És például Magyarország szempontjából ez szerintem nagyon érdekes, hogy összesítettben 12. helyen vagyunk, azonos pontszámot elérve Kirgizisztánnal, de hogyha az ártalomcsökkentő szolgáltatások elérhetősége szempontjából nézzük a rangsort, akkor 22. helyen vagyunk a 30-ból. Hát sőt, ugye azt is tegyük hozzá, hogy Oroszország is benne volt ebben a 30 országban, és hát azt is láthatjuk, hogy az ártalomcsökkentés szempontjából
Oroszország jobban teljesít, mint Magyarország. 33 pontot kapott Oroszország, Magyarország az pedig, ilyen nézem, 29-et kapott ártalomcsökkentésből, tehát azért ez is egy igen megdöbbentő dolog. Ugye Oroszországról azt kell tudni, hogy ott be van tiltva konkrétan az opiát szubstitúciós kezelés, tehát a metadon kezelés, tehát nem lehet ilyet legálisan folytatni, és a tűcsere programoknak nincs semmiféle állami támogatottsága, és az utóbbi időben olyan szabályok vannak, olyan jogszabályokat hoztak, ami még az ártalomcsökkentésről való nyilvános beszédet is jelentősen korlátozta drogpropaganda címén. Tehát, hogy azért ennél az országnál rosszabbul teljesíteni, az szerintem azért egy eléggé nagy negatív teljesítmény. És most értem persze, hogy sokszor nem lehet összehasonlítani a körtét az almával, és minden országnak megvannak a sajátosságai, de azért mégiscsak ez az index ugye arról szól, hogy valamiféleképpen összehasonlítható, tehát kvantifikálható módon összehasonlíthatóvá tegye a drogpolitikákat ugyanolyan szempontok szerint. Tehát azért itt most szerintem, ami különösen érdekes, az igen, ahogy te is mondod, olyan országokkal összehasonlítani Magyarországot, mint Indonézia, vagy akár itt a térségbe közel álló hozzánk, mint ami Észak-Macedónia, ami ugye 46 pontot kapott ártalomcsökkentés terén, és Magyarországot szintén lekörözte ártalomcsökkentésben. Tehát, hogy ami ebből szerintem leszűrhető, az, hogy Magyarország nem csak így világszinten, vagy akár Nyugat-Európához képest maradt le ebből a szempontból, tehát az ártalomcsökkentés, hanem bizony a saját térségünkben az ilyen represszív és az Ázsiában lévő represszív országokhoz képest is rosszul teljesít. Úgyhogy ezt szerintem érdemes azért kihangsúlyozni. Igen, mindenféleképpen szerintem tényleg így értelmezhetők igazán ezek az adatok, vagy például viszonylag jól teljesítünk az igazságszolgáltatás arányosságának szempontjából, de olyan országokhoz képest teljesítünk jól, ahol például meg van halálbüntetés kábítószerrel kapcsolatos ügyek büntetésére. Tehát igen, azért itt nagyon sok különböző szempont van, és amit meg szerintem nagyon érdekes kiemelni, hogy az összes politikánál vizsgálta azt is az index, hogy mi van papíron, és mi a valóság, tehát hogy mit érzékelnek az érintett csoportok, tehát például a szerhasználók, és mit érzékelnek az adott országban dolgozó civilek. Tehát minden egyes politikánál volt egy ilyen kvázi kontrollcsoport, ahol a civilek véleménye módosította a dolgokat. És például az is nagyon látszik, és Magyarországon is érdekes ez az ártalomcsökkentő szolgáltatások elérhetőségénél, hogy különböző csoportok különböző mértékben férnek hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz, tehát nehezebben férnek hozzá a nők, nehezebben férnek hozzá különböző szexuális vagy gender kisebbségi csoportok, és különböző etnikai csoportok között is. Nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy ugye szerintem fel fog merülni az a kritika itt is, hogy hát oké, de hogy ez kinek a véleményén alapszik ez az index, és ki csinálta, és hogy akkor ez röviden összefoglalva soros, és akkor ez ennyi. Ennyivel le tudják ezt a dolgot, de azért ez fontos tudni, hogy itt ez nem homályos, nem tudom, mindenféle brüsszeli irodákban készült ez a jelentés, hanem gyakorlatilag a hazai civileknek a véleményen is alapszik, tehát volt egy kérdőíves felmérés, és akkor ott bizony a hazai szakemberek is, a szakembereknek a véleményét is felmérték, és hogy egyrészt ugye a hivatalos dokumentumok, amik elérhetőek, és amik megkérdőjelezhetetlenek, ugye Magyarország esetében azért a Nemzeti Drogfókuszpont jelentéseiben is találhatunk elég fontos fogódzókat, szerencsére adatok azért vannak. Másrészt pedig tényleg az, hogy megnézni, hogy akkor tényleg mi a realitás az utcán, és a hazai szakemberek hogy látják a dolgokat, és ez szerintem ez még súlyosabbá teszi ennek a jelentésnek az eredményeit. Na most, hogyha ugye végigmegyünk itt ezeken a szempontokon, akkor ugye
ha Magyarországot nézzük, akkor ugye Magyarország a legjobb pontot, ahogy te is említetted, az ilyen extrém büntetések, vagy extrém intézkedések hiánya terén mutatja. Ugye itt 100-ból 79 pontot értünk el. Itt ugye, ha jól értelmezem, akkor itt ugye olyanokról van szó, hogy például nincs nálunk halálbüntetés, meg nincs nálunk tényleges életfogytiglani börtönbüntetés, ha bár ugye életfogytig börtönbüntetés benne van a BTK-ban, de hogy nem, reálisan nem szabják ki. Tehát így igazából itt tényleg olyan dolgok vannak, hogy hát úristen, örüljünk neki, hogy nem gyilkolják halomra a drogfogyasztókat Magyarországon, mint mondjuk a Fülöp-szigeteken. Tehát mondjuk, hogyha itt egy ország rossz pontot kap, az már tényleg így az emberi jogi sértések tömeges és legdurvább formáit foglalná magába. Te is így látod? Igen, igen, pontosan. Tehát amit így az eredményekből nagyon láttunk, hogy az is látszik, hogy így a globális északi, vagy hát a nyugati országok azért előrébb helyezkednek el az összesített rangsorban, és főleg ezért, tehát hogy ilyen, már az nagyon meg tudta nyomni az eredményeket, hogy így mondjam, hogyha ilyen alapvető emberi jogi szempontokba voltak tartva, tehát például az extrém válaszok tekintetében, ugye a halálbüntetés néztük, de például azt is, hogy törvényen kívüli gyilkosságok, eljáráson kívüli letartóztatások milyen arányban fordulnak elő, és akkor tényleg a helyi civilek és szakemberek benyomásai alapján is. De például itt volt egy olyan szempont is, hogy mennyire militarizált a rendőrségi válaszadás a kábítószerrel kapcsolatos ügyekre, és ez például Magyarországon egy mérsékelt mértékben előfordul, az jött ki az eredményekből. Tehát például ugye szoktunk látni ilyen híreket, hogy a TEC gyakran együttműködik a rendőrséggel különböző drogügyekben, és ez is például Európában eléggé egyedülálló. Tehát, hogy ilyen mértékben nem szoktak bevonódni sokkal jobban militarizált szervek. Most, hogyha tovább megyünk egy másik szempontra, a büntetőigazságszolgáltatási rendszer arányosságára, akkor ott mit látunk Magyarországgal kapcsolatban? Igen, ebben a kategóriában néztük azt is, hogy vannak-e alternatívák a letartóztatás és a börtönbüntetés helyett. És itt például Magyarország egészen jól teljesít, mert ugye létezik az elterelésnek az intézménye, ami például egy ilyen alternatíva tud lenni. De hogy itt is azért vannak különböző szempontok, tehát például egy ismétlődő elkövetés, vagy esetében ez hogy működik. Igen, hát itt ugye fontos megemlíteni, ugye, hogy 2013-ban szigorították a büntető törvénykönyvet, és hát az elterelés, ami elvileg ugye 6 hónapos megelőző gyógyító, vagy egyéb foglalkozáson való részvétel feltételeként, vagy eredményeként megszünteti a büntető eljárást, ugye ezt beszigorították, és hát most már 2 éven belül csak egyszer lehet választani az elterelést, tehát most már szigorúbb a rendszer, valószínűleg még 10 éve jobb pontozást kaptunk volna ezen a területen. És hát szerintem, ami az eltereléssel kapcsolatban, azt azért pozitívunként mindenképp el kell mondani, hogy ez szerintem az, hogy van elterelés, az nagyon sokat javított itt ezen a pontszámon, amit egyébként kaphattunk volna, mert azért mégiscsak az elterelésnek egy óriási előnye, hogy egy csomó fiatalnak nem kell bíróságra menni, meg nem lesz priusza csak a fogyasztás, hogyha mondjuk fogyasztói típusú bűncselekményt követel. De hogy azért itt is vannak azért olyan változások mostanában, hogy már a bűnügyi költséget ugye ráterhelik az eltereltre nagyon sok esetben, ami ugye akár több 100 000 forint is lehet, és hogy ha viszont azt nézzük tényleg, hogy itt ugye az arányosságát is vizsgálta ez az index a büntetéseknek, amik a büntetési tételeknek a szigorúsága az bizony európai szinten is igen magas, tehát nagyon magasak például a börtönbüntetéseknek a hossza, a szabadságvesztés hossza,
És hogyha mondjuk azt is megnézzük, hogy az előzetes letartóztatás, ez is egy külön szempont, és Magyarországon előszeretettel a hatóságok alkalmazzák az előzetes letartóztatást kábítószeres bűncselekmény esetében, és extrém hosszú ideig tartanak ezek az előzetesek, tehát sajtóban is megjelentek olyan esetek, amikor valaki hosszú évekig volt előzetes letartóztatásban. Hát ez valami egészen tényleg elképesztő, hogy évekig kell az embernek várnia. Ezek általában ugye roppant traumatizáló élmények, és nagyon sok szorongással, stresszel járó időszak az előzetes, mert akkor még ez bizonytalan ugye az ember, hogy mi lesz az ítélete, sokkal rosszabb bizonyos szempontból, mint maga a börtön, és hát itt ez Magyarországon ebben a szempontból is nagyon rossz a helyzet, bíróságok borzasztóan leterheltek, és emiatt aztán nagyon lassan haladnak az ügyek, és akkor ugye még itt az egyik szempont volt szintén, hogy különféle, ahogy te is említetted, különféle csoportokkal szemben mennyire nyilvánul meg a büntető igazságszolgáltatásnak a szigora, és hát azért itt például, ha már a nőkről is külön szó van, azt is érdemes említeni, hogy például a nőkkel szemben is, hogyha mondjuk felmerül az, hogy kábítószert használnak, akkor hát a hatóságok előszeretettel veszik el a gyermeket állami gondozásba, ugye a jogvédők ezeket az ügyeket már évek óta a nyilvánosság elé tárják, hogy bizony hát elsősorban a szegénység miatt nagyon sok gyereket elvesznek, tehát már a szegénység is elég, de hát ugye gyakran a mély szegénységgel együtt jár droghasználat is, és ahelyett, hogy támogatnák ezeket a családokat, hogy egy biztonságosabb és egészségesebb környezetet tudjanak teremteni, és bennmaradhasson a gyerek, ezzel szemben inkább elveszik. És aztán ugye, ha azt nézzük, hogy ezekben a különféle nevelőintézetekben milyen állapotok vannak, és ugye itt aztán a drogfogyasztásnak a kockázata az tényleg a legnagyobb talán, akkor hát nem túl eredményes vagy hatékony ez az egész rendszer, ami nagyon sok fiatalt hát rátesz egy olyan pályára, aminek a végén aztán az utcán élés van, és hogy ezek a fiatalok lesznek aztán azok, akik aztán utcán fognak drogokat használni, mondjuk hát nem éppen a mértékletes módon, és ennek ez a háttere. Igen, ez egyébként az összes ország eredményein nagyon látszik. Tehát például azon is sokan megdöbbentek, hogy Kanada miért van viszonylag hátul az összesített rangsorban, és pont ezért minden országban nagyon látszik, hogy azok a csoportok, akik alapvetően hátrányosabb helyzetűek, tehát kezdve azzal, hogy a szegényebb rétegei a társadalomnak sokkal-sokkal inkább ki vannak téve a különböző kábítószerügyi politikák ártalmas hatásainak, tehát például ennek, hogy sokkal nagyobb arányban kerülnek kapcsolatba a büntető igazság szolgáltatással, és tényleg még visszakanyarodva az elterelésre Magyarország szempontjából, és összehasonlítva például Portugáliával, ahol létezik hasonló, csak talán hatékonyabb rendszer. Az egyik legnagyobb negatívum ilyen szempontból az elterelésben az az, hogy ezt már a bírósági eljárás során vagy vége felé lehet csak választani, tehát ahhoz, hogy az adott ember eljusson arra a pontra, hogy választhatja ezt az alternatívát, addigra már kapcsolatban került a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, amik egy nagyon-nagyon traumatizáló folyamatok tudnak lenni. A videót, amit most nézel, egy non-profit szervezet, a Jogriporter Alapítvány készítette, amelyet nem támogat az állam. Kérjük, támogasd a munkánkat a drogriporter.hu/támogass oldalon. Légy pártoló tagunk, köszönjük! Amiben például nagyon rossz pontot kapott Magyarország, az a, hát itt magyarul, ha jól tudom, akkor ilyen méltányosságként fordítják az equity angol kifejezést, tehát hogy mennyire méltányos a különféle hát társadalomnak a marginalizált csoportjaival szemben az igazságszolgáltatási rendszer, és hát ebben 25 pontot kaptunk a 100-ból. Tehát ez egy nagyon alacsony volt.
És akkor itt azért szerintem fontos említeni, hogy az, amiről szoktunk beszélni, hogy a drogellenes háború az etnikai csoportok, etnikai kisebbségek szemben a legszigorúbb és aránytalanul terheli ezeket a kisebbségeket. Amerikában ugye például az afroamerikaiakat, a latinokat. Nálunk ez ugye a roma közösségben azért elég erősen jelentkezik, ez a fajta rasszista aránytalansága a rendszernek. Tehát, hogy ha az ember egy szegregátumban él, és mondjuk ott használ olyan szereket, hát ugye ott amihez hozzáfér mondjuk az elsősorban ilyen designer drogokat, akkor hát ezzel kapcsolatban persze nincsenek pontos kutatások, de hát az egyértelmű, hogy jóval nagyobb esélye van arra, hogy előállítsa a rendőrség, hogy kiessen az elterelésből, és hogy valamilyen formában büntető jogi szankciót kapjon. Tehát, hogy itt, és a börtönökben is azt gondolom, hogy aki járt börtönökben monitorozásként, én is jártam, az látja, hogy a roma közösségeket aránytalanul sújtja a büntetőjogi igazságszolgáltatás rendszere, és azért ennek azért nem csak az oka, mint ahogy az Észak-Amerikában sem az, hogy hú, akkor a kisebbségek több drogot használnak, mert ugye erre ezt szokták mondani, meg többet dílelnek. Nem ez a helyzet, hanem egyszerűen aránytalanul és diszkriminatív módon jobban foglalkozik velük a rendőrség. Tehát ugyanúgy a drogfogyasztás, a dílelés az a felső középosztályban is ugyanúgy jellemző, csak éppen mondjuk egy jól menő, öltönyös kokaindílert az sokkal ritkábban kapnak el, aki mondjuk politikusokat vagy üzletembereket szolgál ki, mint mondjuk egy telepen élő designer drogot terjesztő dílert, aki aztán sokkal jobb esélyben fog börtönbe kerülni. Igen, ez volt egyébként az egyik motivációja annak, hogy az Index elkészüljön, hogy mivel ezek az adatok nem is igazán vannak gyűjtve. Tehát a szakemberek, akik dolgoznak ilyen közegekben, akik járnak börtönökbe, akik dolgoznak szerhasználó emberek csoportjaival, azok évtizedek óta látják, hogy ez probléma, hogy jobban ki vannak téve targetált rendőrségi intézkedéseknek a különböző kisebbségi csoportok. De például az is nagyon ritkán van gyűjtve, hogy mondjuk a tényleges szerhasználat hogy oszlik meg a különböző társadalmi csoportok között. Ezt is erről több adat van, mint hogy utána az intézkedések szempontjából ezt hogy oszlik meg, de ezt is inkább így a szakemberek ténylegesen a napi munkájuk során látják, hogy van egy nagyon-nagyon nagy eltérés a között, hogy milyen arányban használnak, vagy követnek el egyáltalán kereskedelmet, árusítást különböző csoportok, és hogy milyen arányban lesz ennek büntetőjogi következménye. Ami még szintén kiemelendő az Indexben, az ugye a büntetéseknek a szigorúsága, és hát itt ebből a szempontból is azért, hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon milyen börtönbüntetéseket kapnak nem erőszakos kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetők, akkor azok hát nagyon aránytalanul magasak. Például a sajtóban érdemes megnézni, akár egy Google keresővel is, hogy mondjuk emberölésért mennyit szoktak kapni az emberek Magyarországon, és mondjuk mennyit kapnak kábítószerkereskedelemért, akár mondjuk kanabisz növénynek a termesztéséért, egy kanabisz ültetvényért is, gyakran ilyen 7-8, akár 10 év fegyház büntetést kapnak emberek, ami borzasztó szigorú. Gyakran ugye emberölésért sem kapnak ilyen hosszú börtönbüntetést emberek. Tehát ez az aránytalanság, ez a büntetésekben is tetten érhető, és ez ugye azon a rossz koncepción alapul, ami Magyarországon még mindig elterjedt, hogy minél szigorúbbak a büntetési tételek, annál jobban vissza tudjuk szorítani a kábítószer kereskedelmet és fogyasztást. Ami hát tényleg olyan, hogy már ezt 100 éve, amióta a drogtilalom működik a világon, látjuk, hogy ez sehol a világon nem működött így, és a kriminológiában is egy közhelynek számít az, hogy most itt nem csak a drog, de bármilyen bűncselekmények esetében a felderítésnek a valószínűsége az sokkal nagyobb módon befolyásolja a bűncselekményeknek az alakulását,
mint a büntetési tételeknek a szigorúsága. És mivel a kábítószeres bűncselekmények azok tipikusan olyanok, ahol az úgynevezett látencia, tehát a felderítetlen bűncselekményeknek az aránya jóval magasabb, ezért aztán itt borzasztó az összes bűncselekménnyel összehasonlításban is borzasztóan rossz eredményességgel működik ez az egész rendszer. Ez az egyik oka, amiért teljesen kudarcot vallott a drogtilalom a világon, mert hogy nem képes elérni azt a célt, amit kitűzött, attól eltekintve sem, hogy egyébként egyáltalán egyetértünk ezzel a céllal, amit ő kitűzött maga elé, de még ha egyetértünk is, akkor is látnunk kell, hogy ez az egész rendszer nem működik, nem eredményes. Az ártalom csökkentés volt ugye az a következő szempont, amire Magyarország elég alacsony pontot kapott világösszehasonlításban is, 29 pontot. Itt milyen szempontok alapján történt az indexnek a pont kialakítása? Igen, az ártalomcsökkentő szolgáltatások elérhetőségénél olyan alapvető szempontokat is néztek, mint hogy az adott ország hivatalos dokumentumaiban, tehát például a drogstratégiájában előfordul-e egyáltalán az ártalomcsökkentés kifejezés, illetve utána még, ami nagyon érdekes, és így a kábítószer probléma, vagy a kábítószer intézkedések interdisziplinaritását mutatná, hogy olyan szempontok is voltak, mint hogy a nemzeti HIV stratégiában, vagy a hepatitis C stratégiában, vagy a tuberkulózis stratégiában megemlítésre kerülnek-e külön a szerhasználók igényei. Aztán nagyon alapszinten ugye az is vizsgálva volt, hogy a különböző ártalomcsökkentő programok léteznek-e az adott országban. Tehát, hogy például van-e legalább egy tűcsere program, van-e legalább elérhető-e opiátagonista terápia, vannak-e fogyasztószobák, amik elérhetőek. És ugyanitt itt is az, hogy a különböző társadalmi csoportok hogyan férnek hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz. Tehát amit itt például viszonylag nehezen fed le egy ilyen típusú kérdőív, az az, hogy mondjuk egy nagyobb országban, mint hogy például Oroszország, az, hogy valamennyi ártalomcsökkentő szolgáltatás létezik, papíron akár, az nem jelenti azt, hogy azok az emberek, akiknek a leginkább szükségük van rá, ténylegesen hozzá is férnek. És ez látszik igazából az összes ország eredményén, és Magyarország eredményein is, hogy például a szegényebb rétegek kisebb arányban férnek hozzá az ártalomcsökkentő szolgáltatásokhoz. Ez például valószínűleg összefügg azzal, hogy mondjuk nagyrészt városokban elérhetők ezek, tehát a szegregátumok, falvak lakóinak ez ilyen áthidalhatatlan távolság is, vagy egyáltalán nem is elérhető. Tehát ezeket is igyekszik lefedni az index. Igen, hát hogyha az indexnek ugye az első körben említett szempontjait nézzük, akkor hát Magyarország abban a szempontból hosszú teljesít, hogy jelenleg nincs is nemzeti drogstratégiánk, ez lejárt tavaly, és nem újították meg. A korábbi drogstratégiában persze említették az ártalomcsökkentést, de ez nem akadályozta meg a kormányzatot abban, hogy leépítse teljesen az ártalomcsökkentés Magyarországon. Ugye 2014-ben a két legnagyobb tűcsere program bezárt Budapesten, vidéken ugye megmaradtak a tűcsere programok, azonban a kapacitások is, és a támogatásuk, a költségvetési támogatásuk az jelentősen lecsökkent. Tudjuk azt, hogy a minisztériumban nem szabad olyan pályázati szöveget benyújtani, amiben szerepel az a kifejezés, hogy tűcsere vagy ártalomcsökkentés, tehát ezek teljesen tabusított fogalmak. Költségvetési források hát egyre kevésbé állnak rendelkezésre, ha bár voltak olyan EU-s fejlesztési pénzek, amik prevencióra elérhetőek voltak, de ártalomcsökkentésre semmi. És hát ami azt illeti, hogy a szegényebb rétegek körében hogyan férhetőek hozzá az ártalomcsökkentő programok, pont azok a programok, amiket bezártak, azok kimondottan ugye a marginalizált csoportoknak szóltak. A Kék Pont tűcsere program a 8. kerületben, annak volt egy kimondottan női szerhasználókat megcélzó alacsony küszöbű szolgáltatása. Tehát ez az ilyen programoknak a megszűnése, beszűkülése,
ez ebből a szempontból is nagyon, nagyon káros volt, ami a hepatitis C illetve a HIV-et, tehát HIV stratégiával se rendelkezünk, és ez is ugye most volt nem régen a HIV világnap, és ott is ugye a civil szervezetek említették azt, hogy egyre kevesebb a szűrés is. Kevésbé érjük el azokat a csoportokat, akiket szűrni kellene hepatitisszel, HIV-vel, holott tudjuk azt, hogy például a hepatitis C szempontjából bizony az intravénás szer használat az ma már az első számú rizikófaktor, és hogyha ezeket az embereket elérnénk, akik megfertőzöttek hepatitis C-vel, akkor egy ilyen pár hetes gyógyszeres terápiával most már meg lehetne őket gyógyítani, és meg is lenne egyébként a pénz arra, hogy meggyógyítsák őket, az eléréssel van a baj. És itt jönne ugye a képbe az ártalomcsökkentés, mert ezeket az embereket, ezek nem fognak besétálni a kórházakba, hogy kezeljük őket, hanem ezeket az utcán kéne elérni, ezeket az embereket, és az ártalomcsökkentésnek ez a lényege. Ott odavigyük a segítséget az embereknek, ahol éppen szükségük van rá, és azt a segítséget, amire szükségük van. És ebből a szempontból a magyar ellátórendszer nagyon rossz, aránytalanul és rosszul működik. Tehát vannak ugyan rehabilitációs programok, ezeket bizonyos programokat elég jól támogat az állam egyébként, tehát ebből a szempontból úgymond jók vagyunk, de hogy az, hogy az embereknek, az aktív drogfogyasztóknak kapjanak támogatást, akár lakhatás támogatást, akár fertőző betegségek megelőzése, vagy akár az, hogy egy emberi szót kapjanak így az utcán, az bizony abban nagyon-nagyon rosszak vagyunk, pedig ez lenne ugye az első számú lépcső, ami hát egyáltalán láthatóvá tenni ezeket az embereket, és ezeket a problémákat is. Igen, és tényleg még finanszírozási szempontból, tehát ez is ki volt emelve az adatok között, hogy a relatív szükséghez számították a kormányzati finanszírozás arányát. Tehát ilyen szempontból, tehát a tényleges szükséghez képest nagyon-nagyon alacsony a finanszírozás és az elérhetőség. Illetve ami még elég rémisztő, hogy a megkérdezett szakemberek véleménye szerint még a helyzet tovább fog romlani Magyarországon a következő 3-5 évben. Tehát nagy költségvetési, még szóval a költségvetés további csökkentésére számítanak a szakemberek. Úgy is, hogy jelenleg is ez borzasztó alacsony. Amire ugye meg is van az alapjuk, hogy ebben, hát emiatt féljenek, mert hogy tavaly megszűnt ugye ez a bizonyos KAB pályázatok, amik a kormányzatnak az évente kiírt kábítószerügyi pályázatai voltak, amikből a civilek még tudtak pályázni. Most már így nincs ilyen lehetőség ilyen pályázatoknak a benyújtására, és hát jelenleg tovább nehezült még a prevenciós programok számára és a pályázati erőforrásoknak a lehívása, tehát tényleg azt lehet látni, hogy hát csak azok a szervezetek juthatnak komoly támogatáshoz, akik úgymond közel vannak a tűzhöz, tehát hogy kell egyfajta ilyen politikai beágyazottság és bekötöttség Magyarországon, hogyha egy civil szervezet támogatást próbál szerezni, ami ugye hát ártalomcsökkentés szempontjából aktuálisan azt jelentheti, hogy hát a szervezetek inkább elkezdenek átmozdulni más irányokba. Nem foglalkoznak ártalomcsökkentéssel, mert arra nem lehet pénzt szerezni, és akkor elkezdik a felépülést, a prevenciót, és a többit csak és kizárólag ezeket a szempontokat előtérbe helyezni az ártalomcsökkentéssel szemben. Hogy ugye a végén még egy kis pozitívumot említsünk a gyógyszerekhez való hozzáférés, az a szempont, amiben azért Magyarország még relatíve jobban teljesített. Tehát, hogy itt legalábbis ugye a többihez képest, mert ugye azért itt hát ebből a szempontból 40, mennyit kaptunk? 48 pontot kaptunk a 100-ból. Itt milyen szempontok voltak? Itt főleg azt néztük, hogy a különböző kontrollált gyógyszerek, ezek főleg az ilyen opiát jellegű fájdalomcsillapítók mennyire elérhetőek
gyógykezelések során. Itt tényleg relatíve jól teljesít az ország olyan szempontból, hogy papíron például elérhető, de itt is például azt látjuk, hogy nagyon nagy eltérések vannak. Tehát olyan szempontból, hogy kik férnek hozzá valójában az ilyen fájdalomcsillapító gyógyszerekhez és azoknak a kezeléséhez. Ebben a kategóriában 50 pontot kapott a 100-ból Magyarország, és például az látszik, hogy a különböző etnikai csoportok között nagyon nagy az eltérés, hogy milyen arányban kaphatnak kontrollált gyógyszert a fájdalom kezelésére, ami pedig egy protokoll, egy orvosi protokoll létezik arra, hogy mikor lehet ezeket a gyógyszereket felhasználni. Ez azért is egy fontos kérdés, mert a nemzetközi kábítószer egyezményeknek nem csak az a célja, hogy betiltsák a nem tudományos és nem gyógyászati fogyasztását a tiltott szereknek, hanem az is, hogy biztosítsák a gyógyászati célú és tudományos célú felhasználását akár az ópiátoknak, akár a kanabisznak, bármilyen illegális szernek. És hát itt ugye első, hogy az opioid fájdalomcsillapítók esetében van egy nagyfokú ellenségesség az orvos társadalomban, amit ugye tovább erősít az, hogy egy csomó ilyen tévképzet van, és mítosz azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehet rászokni ezekre a szerekre úgy, hogyha orvosilag írják fel, például fájdalomcsillapítás céljából, mert azért a statisztikák szerint még az Egyesült Államokban vagy Kanadában sem az a jellemző, ahol ugye óriási nagy túladagolási járvány van most jelenleg, ott sem az jellemző, hogy azok adagolják halálosan túl magukat, akiknek legális receptre írnak fel opioid fájdalomcsillapítókat, vagy azok adják ki a függők többségét, hanem a fekete piac. A fekete piac, és ott jelentkeznek az ártalmaknak és a problémáknak a nagy része is. Tehát, hogyha nem lenne annyira szigorú az orvos társadalomnak a hozzáállás az opioid fájdalomcsillapítókhoz, akkor nem kéne annyi embernek fájdalomban élnie, és megfelelő kezelés nélkül. És ugyanez vonatkozik szerintem az opiát szubstitúciós terápiára is, amivel kapcsolatban szintén van egy borzasztó ellenségesség a pszichiáter társadalomban is. Azt gondolják még mindig pszichiáterek, hogy ez egy ilyen pótcselekvés, és hogy ez nem az igazi megoldás, és hogy itt valójában csak az egyik függőséget kiváltjuk a másikkal, holott már ugye már 60-as évek óta nagyon sok szakirodalom kumulálódott azzal, hogy bizony ezeknek az embereknek, akik az opiát fenntartó kezelésen vannak, tehát nem a detox kezelésről beszélek, azoknak hosszú távon jóval jobb lesz az élet színvonaluk, az egészségügyi állapotuk, a szociális hálójuk, és kevesebb bűncselekményt is fognak elkövetni. És Magyarországon hagyományosan nagyon alacsonyan tartják az opiát szubstitúciós kezelés az arányát, tehát a lefedettségét, és ez is egy fontos probléma, még azzal együtt is, hogy ma már az opiátoknak a fogyasztása az visszaszorult Magyarországon. Ami talán pozitívum azért, és ezért kezdtem úgy, hogy ebben van egy kis pozitívum, mert a 48 pont az is elég szánalmas, valljuk be, de hogy ami kicsit talán pozitív azért például a HIV gyógyszereknek az elérhetősége szerintem, az mondjuk azért Magyarországon az viszonylag jó, tehát egy univerzális hozzáférés van, mondjuk Oroszországhoz képest, ahol mondjuk a drogfüggőség az egy ilyen kvázi kizáróknak számít gyakran a HIV gyógykezelésből, meg egy jó pár országban nem jutnak hozzá egyszerűen az emberek HIV gyógyszerekhez. Magyarországon ugye társadalombiztosítás azért ezt állja, és az emberek hozzájutnak ehhez, illetve a hepatitis C gyógykezelés is hozzáférhető lenne, hogyha ugye az embereket elérnék. Igen, még talán azt tenném hozzá ehhez, hogy az is indok szokott lenni kvázi a kontrollált gyógyszerek, és szerintem az opioid szubstitúciós terápiák alkalmazása ellen is, hogy van egy ilyen nagyon nagy félelem, hogy majd, hogyha ilyen
szereket adunk receptre embereknek, akkor ez majd a fekete piacon köt ki. De statisztikailag ez sem igazán van alátámasztva. Nagy arányban nem szoktak ezek a szerek a fekete piacon kikötni, viszont mivel hogy az ilyen félelmek, megalapozatlan félelmek miatt ezek nem is kerülnek felírásra, alkalmazásra, ami viszont sokkal-sokkal gyakrabban történik, hogy ezeket a szereket akár fájdalomcsillapításra, akár aktív szerhasználat esetén, tényleg a szerhasználat fenntartására a fekete piacról szerzik be utána az emberek, ami sokkal veszélyesebb, tudjuk, hogy miért. Tehát, hogy ilyen szempontból is a logikája ezeknek az intézkedéseknek, hogy pont szeretnék megvédeni papíron az embert attól, hogy veszélyes szereknek legyen kitéve, inkább afelé nyomják az embereket, hogy minél veszélyesebb úton szerezzék be ezeket a szereket, minél veszélyesebb anyagokat fogyasszanak. Tehát ez a kettősség szerintem nagyon jól látszik az adatokból, és tényleg ez az a kettősség, amit ugye a drogpolitikákkal kapcsolatban amblok a civilek és a szakemberek évtizedek óta mondanak nemzetközi szinten, hogy az lenne az elsődleges motiváció, hogy az emberek egészségét és jólétét védjük, de valójában az esetek nagy többségében még sokkal rosszabb lesz a helyzet, és különösen olyan csoportok számára, akiknek alapból nehéz a helyzete. Igen, és hát reméljük, hogy ez az eszköz, ez a globális drogpolitikai index, ez hát hamarosan egyre több országot fog majd vizsgálni és elérni, és aztán majd pár év múlva már egy jóval nagyobb mintán belül fogjuk tudni Magyarországot elhelyezni globális viszonylatban is, illetve hát ugye az is egy célja ennek a globális indexnek, hogy maguk a döntéshozók használják, és nézzék meg, hogy mérjék le a saját teljesítményüket ezen az eszközön, ami hát feltételezne egy olyan nyitottságot, meg tájékozottságot, amit most én személy szerint nem feltételezek a jelenlegi magyar politikai vezetőktől, de hát ettől függetlenül azt gondolom a szakmának viszont használnia kell ezt az eszközt, és fontos azt látnunk, hogy hol tartunk így a világban. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, Trixi, hogy bemutattad ezt az eszközt nekünk, és aztán majd esetleg majd a jövőben, amikor már sok ország lesz benne, akkor majd még visszatérünk erre. Köszönöm szépen én is. Tényleg az a reményünk, hogy ez az index megismételhető lesz, hogy lesz erre finanszírozás, hiszen tényleg, hogyha ezt évente, két évente sokkal több országgal meg lehetne ismételni, akkor még sokkal átfogóbb képet kapnánk, illetve különböző változások is láthatóak lennének, tehát hogy azokon a területeken, ahol például azok a területek, ahol Magyarországról beszéltünk, ahol nagyon-nagyon szükség lenne a változásra és a fejlődésre, tehát ekkor látható lenne, hogy ez a fejlődés valójában végbe megye. Úgyhogy reméljük, hogy erre lesz lehetőségünk, addig is pedig reméljük, hogy ez egy hasznos eszköz lesz szakembereknek és civileknek, és hát azt is reméljük, hogy ez a döntéshozókhoz is eljut, és megfontolják azokat a néha egészen sokkoló adatokat, amiket ez az index összefoglal. Köszönjük, Trixi, és köszönjük a nézőknek is, akik megnézték ezt a beszélgetést. Annyi biztos, hogy szükség van azokra a platformokra, oldalakra, amik fenntartják a diskurzust a drogpolitikával kapcsolatban. Mi a Drogriporternél próbálunk egy ilyet biztosítani, ami hát ugye egy non-profit szervezet részeként működik, és hát nem kapunk semmilyen pénzt az államtól, tehát hogyha szeretnétek támogatni a Drogriporter munkáját, hogy legyenek ilyen beszélgetések a jövőben is, akkor kérjük, hogy támogassátok a Drogriportert. Sziasztok! Sziasztok!